Mindannyian ismerjük ezt az intro videót, ami a Vicarious Visionsről szól, hogy van egy ilyen gépezete, érkezik a PlayStation 1-es Retro Crash, beleejt néhány vumpát, illetve néhány dobozt, és látszik, hogy ez a gép újra elkotja őket vadonatúj köntösbe. Na de mi lenne, hogyha a Retro Crash is beleugrik, és onnan pedig szintén a Retro Crash jön neki. Sziasztok, én Peti vagyok, és üdvözlök itt mindenkit egy vadonatúj Crash Bandicoot videóban. Ez egy módosítás a játéknak, amiben a Retro Crash-sel fogunk menni és játszani. Egy kihívás van, amivel fel lehet ezt oldani. A kihívás pedig úgy szól, hogy teljesítsük a Sunset Vista pályát az összes doboz összetörésével halál nélkül. Ezt fogjuk előtte megtenni, hogyha szeretnétek további skineket vagy modokat látni, akkor egy lájkot dobjatok, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le róla, és hozzászólásba, hogy mi legyen a kihívás, amivel feloldhatjuk azt a skin. Megérkeztünk a Sunset Vista pályára, és szerintem tudjátok, hogy miért ez a kihívás. Itt a Retro Crash skinnek. Két feltétele is van ennek, hogy ezt a pályát teljesítsük. Egyrészt a dobozokat össze kell törni, illetve nem szabad meghalni egy alkalommal sem. Úgyhogy teljesítsük ezt a pályát az összes doboz összetörésével és halál nélkül. Azért gondoltam erre a halál nélküli kihívásra, mert emlékeztek esetleg a PlayStation 1-es Crash-re, ugyanis ott úgy működött a játék, hogyha meghaltunk egy későbbi alkalommal a pályán, tehát egy checkpoint után, mondjuk, akkor a korábban összetört dobozok azok már visszalettek téve a pályára, és akkor így nem lehetett megszerezni a drága követ, hogyha egyszer is meghaltunk. Tehát halál nélkül kellett teljesíteni mindegyik pályát ahhoz, hogy a drága köveket megszerezzük. És emiatt gondoltam, hogy na a retro skin, akkor a PlayStation 1-es retro dolgokkal megyünk, újabb checkpoint. És a Sunset Vista-ra azért esett a választás, mert ez az a pálya, ami a Crash 1-ben a leghosszabb. Ez a Ancient Trilogy-ba is lehet tudni, hiszen ha megnézzük a relikvia időket, akkor észrevehetjük, hogy bizony ez a Sunset Vista egy nagyon hosszú pálya, és nem is kell a relikvia időket vizsgálni, tényleg rá lehet jönni egy végigjátszás során is, hogy na, ez egy hosszú pálya. Érdekes, hogy ez nem a harmadik, hanem a második szigeten van, de hát ettől függetlenül egy nagy kihívás és teljesítendő kihívás. Itt van nekünk egy doboz, ami a Talna tokent adja, természetesen ezeket a bónuszokat is teljesíteni fogom, attól függetlenül, hogy például a PlayStation 1-ben nem kellett a bónuszokat teljesíteni, a Cortex-es kihívást azt mondjuk kellett, és azt most is fogom, itt ez most teljes Sunset Vista teljesítés lesz, de megszerzünk checkpoint idebent, aztán itt várnunk kell valamennyit, hogy jöjjenek a platform, és ne akadályozzanak minket. Megyünk erre, jó, innen már egyszerű a dolog, utána pedig meg lesz itt a harmadik akumasz, és fel is vehetjük. Most segíteni fog nekünk abban, amikor ilyen majd denevér csomag érkezik, akkor azokat így le tudjuk győzni egyszerűen. Odaugrok, ott legyőztem, jövök erre, hiába jönnek még a továbbiak, őket is legyőztem. Nem túl nehéz ez amúgy sem, de így akkor biztosan jó. Felugrok erre, és akkor reménykedünk abba, hogy itt jól jönnek majd a ciklusok, itt a körkörözések. Habár az még nem, ez még nem az a fal, hanem az majd a későbbi lesz, nagyon hosszú ez a pálya. Ott van fent egy vasdoboz, jön az ellenfelünk, odaugrik egyet, jön, ugrik ide, felugrunk, elpörögik, és ott hátul megjelennek azok a dobozok, ráadásul az a kérdőjeles egy misztikus doboz, azaz a doboz, ami egy Cortex tokent tartalmaz, ez az első itt a pályán, és ott van egy rejtett az oszlop mögött, ott látszik éppen, hát lehet a kamerám kitakarja, ja nem, még ott van, ott látszik aku, és azt még lehet használni, de én most nem akarom újra aktiválni ezt, nem kedvelem ezen a pálya ezen részén, nem szeretném használni, nem jó itt nekem, de meg is mondom mindjárt, hogy miért gondolom ezt. Itt a következő helyszín, ahol így fel kell ugrálgatni ezeken a dobozokon, és ha megvan mind a három akumaszka, akkor nem valami egyszerű ezt megtenni. Itt viszont már ezt felveszem, és akkor nyugodtan haladok előre, megvan a következő Talna token. Igen, ezeket összetörjük, vissza kijövök, itt kell újra várni türelmet, jöjjön az a platform, oké, erre ugrunk, két oszlop között beugrok, ott van egy doboz, ami a Cortex-es doboz, és ezzel megvan a harmadik, ha esetleg a másodikat nem vetted észre, hogy hol szereztem meg, az azoknál a dobozoknál volt, amiket kiemeltem,
hogy a három maszkkal ne pusztítsam el őket, felugrottam egyre, még egyre, és utána fel azokra az akadályokra. 23 darab doboz van itt ezen a Cortex kihíváson, így kell nekünk ezt teljesíteni ügyesen, itt ezeken végigugrálunk szötörve, itt megállunk ezen a vaskockán, tovább megyünk, és itt ahol ugrunk, elpörögjük ezt, utána újra pörgünk, és az ugrással pedig befejezzük ezt. Kész is van, 23x23, Cortex pedig egy kulcsot ad, és ennyi, Cortex kulcsával megyünk, szavaztok, de a pályának még nincs vége, úgyhogy folytassuk a kalandunkat. A kalandunk újra egy bónuszhoz visz, ugyanis itt van a harmadik Tauna token, viszont a bónusz azért még nincsen itt. Már azért lehet hallani, tehát ha odafigyelünk, akkor itt hallatszik, és itt is körköröződik. Jövünk, és a következő bónusz. Na szóval 16 doboz van ezen a bónuszpályán, nem túl nehéz. Itt pörgünk, itt pörgünk, itt pörgünk, a jobb szélsőt aktiváljuk. Végig szaladunk, az majd felrobbantja, és akkor 16x16, mehetünk is, kész. Tauna meg hadd menjen oda, ahova akar. És hát nem is akar menni, ez igaz, nem akar menni, mert Cortex rabolja el, ez igaz. Na most kell itt figyelni ezekre a kör. Na ott például erre rá tudtam ugorni. Itt ez most pont jól jött, tehát néha olyan furcsán jönnek ezek, hogy nem valami egyszerű számomra. Na itt vannak ezek a gyors mozgókák, bár a Stormy a szenten tényleg bement, aztán ki. Jó. Stormy a szenten azért tényleg nehezebb, de az úgy nem volt konkrétan benne a PlayStation 1-es játékban, viszont benne volt, várunk kicsit, pörgünk, és itt van az utolsó 8 darab, ezzel pedig megszereztük a Sunset Vistás drága követ halál nélkül, sőt, hát hiba nélkül is, hát itt van mind a kettő akumaszkom, és nem rémlik, hogy elveszítettem volna egyet, Tauna tokenek, Cortex, ez minden teljes, de jó van, akkor így teljesítettük ezt a kívást, jöhet akkor a retrokre. Hát itt vagyunk akkor retrokre, sem menjünk vissza a Sunset, nem, menjünk valami másik pályára, menjünk az Up the Creek-re. Okay, szóval itt vagyunk, és akkor kezdődhet is ez a kalandozás, jól van, nézzük ezt a kis retrót, hát az irányítása nyilván ugyanolyan, de jól néz ki, azért tiszta pixeles, mint ahogy régen is volt meg a pörgés, na mehetünk, hát ez így elég érdekes. Ahogy mondtam a videó elején, akkor lehet még javaslatokat tenni, hogy milyen skineket próbáljunk ki, vagy készítsünk, vagy játszunk, illetve hogy teljes végigjátszást akartok-e élőben, mert tudom, hogy azért szoktátok mondani az élőadásokat, hogy lehetnének, de hát ezzel például lehetne teljes végigjátszás a Retro Crash-sel. Okay. És ha jelzitek a lájkokkal, hozzászólásokkal, akkor úgy is fogok készíteni. Hát jó van ez, megy. Megnézem akkor a második, illetve a harmadik részbe is, hogy mi újság van. Mert a Crash 1-jel azért már játszottunk a Sunset Vistán. Menjünk egyet mondjuk a Snowbizen. Havas pályák amúgy is többnyire csak itt vannak, úgyhogy hajrá. És akkor csúszkálgassunk. Okay. Elpörögjük el is. Wow! Jó van az, az jó, jó, ez a hasonlás is, minden rendben van itt. Okay. Ott törik össze a TNT, hú, király, jó, hát nem hiába a Crash 2 a kedvencem, azaz mehetünk, három darab pingvin mehet mind a három, egyik fóka is megvan. Átugrunk itt, aztán a platforma, fú, nyomás nincs, megállás, gyerünk checkpontom, és akkor a tarajosül, szevasz, egy akumaszkot ne hagyjunk már ott, jó van, hú, jó van, de mennyik ezt ugorjuk át, így, aztán itt van a piros platform, menjünk, de hogy menjünk, ott legyen az a piros platform, úgy gyorsan, oké, ezeket a felső dobozokat is, nem maradjon itt, mondom, nem maradjon itt, így bizony, aztán megvan, rendben, itt tovább gyorsan, futás megvan, persze, hogy megvan itt minden, jó van. Hoppá, várjál, jégcsapokkal, vigyázz a jégcsapokkal, oké, okay. Akkor most csúszka, és akkor mehetünk, ott vannak elrejtve fent a dobozok, jó van, hát ez is jó, nézzük a Crash 3-at, Tomb Raider, itt ez a stílusú pálya elég gyakran van, és akkor menjünk így, lássuk, hogy minden rendben van, oké, okay, gyors futás, azaz, nyúlcipő, és akkor cipő az jöhet, hova jössz. Jó, oké, hát ez itt jó lesz, csak kicsit lassacskán tudunk haladni, de akkor meg tudjuk nézni. Jó, bumpa ágya is rendben, pif, paf, jó, annyit arról, aztán ez a tornádó pörgés, minden király, jó, dupla ugrás, szuper hasonlás, nézzük a checkpointra, bónusz az ide jött, aha, jó van, akkor én végig megyek anélkül, hogy vagy, hát inkább ne hagyjuk már itt ezeket a fincsi kis bumpákat, le is estem, ennyit, ez van, ha nagy menézni akarsz, jó, bumpa, akkor nem vagyok.
Na szóval türelem, rózsát terem, akkor is megcsinálom, mert én meg tudom, csak másféle módon fogom ezt megközelíteni. Úgy fogok csúszok, ugrok, pörgök, így bizony, és így van rendben ez a dolog. Na most már így már rendben vagyunk, aztán jó, és akkor, ja, itt kellett végig, azaz. Várjál, de azt, hol volt a, ja, ott van felül, hip hop, pikpak, annyit arról. Nitrósokat roppantjuk, így bizony, ezt elpörgöm, aztán ezt is elpörgöm, várjál, figyelj. Föl, de vagány, na ez már vagány. Hogy ugye elpörögtem azt a felugortam, az már volt valami. Szóval akkor lehet jelezni hozzászólásba és like-ba, hogy hogyan tovább legyen élőadás, hogy csak ezzel a crash-el megyek és játszok, milyen más skinek legyenek. Rajtatok áll, találkozunk legközelebb.